Hosszú sorokban várakoztak a látogatók az Oroszlános udvarban a Szent István terem előtt, az augusztus 20-ai nyitásnapján. Óriási volt az érdeklődés, az összes közel fél órás tálatvezetés megtelt, de még ennél is többen lettek volna rá kíváncsiak a helyszínen. A szűk befogadó képesség ellenére több mint 1000-en nézték meg egy nap alatt a budavári palotában újjászületett díszes helyiséget és a hozzá tartozó kiállítást. Annyira gyönyörű, hogy ezt nem lehet elmondani. Aki ezt nem nézi meg, ezt föl kell tenni az embernek a bakancslistájukra, ezt meg kell nézni, itt az egészet, mert olyan csodaszép. Egy ilyen élményben részesülni, egy Szent István terembe belépni, az ember mint hogyha a szentélybe lépne benne. A magyar kézművesség becsületére válik, királyképek csodálatosak, gyönyörűek, és már a külföldi ismerőseimet is riadóztattam. Ha csodát akarnak látni, akkor jöjjenek. Én azt gondolom, hogy minél több ilyet újítunk fel, annál nagyobb esélye van, hogy átörökítjük ezeket a mesterségeket. Szerintem minden korból fontos emlékeket megőriznünk az utókornak, hogy lássák a változást, lássák, hogy akkoriban mi volt fontos. Egy pápai csoport két okból tette meg a hosszú utat. Ezt a gyönyörű termet látni szerettük volna. Ugye a Haussmann programot mi követjük a közösségi médiában, és a másik pedig, hogy pápai asztalosok is a kezük munkájával részt vettek ennek a gyönyörű teremnek a megalkotásában. Voltak, akik a Rákóczi Szövetség segítségével a határon túlról jöttek azért, hogy az első között tekinthessék meg a Szent István termet. Tulajdonképpen ez nagyon megragadott minket, hogy mi is egyikei lehetünk azoknak, akik ezt látják. Valami gyönyörű érzés volt bent sétálni, nagyon jó volt, és egyre inkább szépül a budavári palota. A budavári palota déli összekötő szárnyában újjászületett Szent István termet és a hozzá tartozó kiállítást a negyed óránként induló tálatvezetéseken ismerhetik meg a látogatók az ingyenes napokon. Nézem, még most is még libabőrös lettem, még a hajam is égne. Gyönyörű, ez valami csodálatosan szép. Nagyon gyönyörű, felemelő érzés. Tehát a sírás hajtogatott, megmondom őszintén. Szerintem többet most nem mondok. Ezt minden magyar embernek látnia kellene. Nagyon szeretem a történelmet, és főleg az Árpád házat. És nekem azért közel áll lesz hozzám. Elképesztő, amit a zsolnaiak is csináltak, és a festmények is szépek voltak nagyon. Meg tisztelet mindenki előtt, aki ebben a munkában részt vett. Ennek alapon megemelném előttük, mert tényleg nagyon nagy munka. Egyszerűen alig tudok szóhoz jutni. Hát ez tényleg egy csoda. Csodára készültem, és azt is kaptam. Úgyhogy gratulálok a remek idegenvezetéshez különösen, úgyhogy látni valóban, és érzelmileg is, tényleg ez egy felejthetetlen alkalom volt, és köszönöm, hogy ennek részese lehettem. A Szent István terem foglalás nélkül is ingyenesen látogatható augusztus végéig. Szeptemberre pedig már most meg lehet vásárolni a jegyeket a szentistvánterem.hu weboldalon.